elmúlt évben már bizonyította a szerszámkészítés és műanyag fröccsöntéssel foglalkozó német tulajdonú SKS Kft., hogy fontosnak tartja a dolgozók jó közérzetét és a cég családias hangulatának megőrzését. Kitűnő lehetőség erre a Családi Nap rendezvény, ahol a vállalat különböző részlegeiben dolgozók meg tudnak ismerkedni, beszélgetni tudnak egy korsó sör vagy egy finom német virsli mellett. Frank Eidmann cégvezető szerint nem arról kell a dolgozókat meggyőzni, hogy jöjjenek el a Családi Napra, hanem olyan jól kell megszervezni, hogy eljöjjenek. Hát múlt év volt kb. 50% a dolgozó itt volt, és utána sok ember mondott, hát miért nem jövünk. És ezen a év várunk kb. 80-90% a dolgozó ide jön. Akkor szerintem múlt év jó sikerült, akkor remélem ezen a év minden ugyanaz lesz. Jó, köszönöm. Milyen programokkal várta a dolgozókat? Van egy burkás főzőverseny, még a gyerekek van arcfesték, van lovagolás, van hüppburg, az a légvár, ukralovár, van elektromos auto, a felnőtt van egy pikaverseny, Reisolo-verseny, akkor szerintem van sok szorálkozást a gyerekek, és a felnőtt is. Mikor kezdődött, és meddig tart a mai Családi Nap? Jó, az a indulás az 11 óra, az a offiziell indulás, de a főzős az volt, hát 7 és fél 8 között, látszik, valamilyen egy picit álmos most már, nekem is főztem egy picit iszomjos vagyok. És a vége, hát meglátjuk, élfélig, milyen a szorálkozás, ja. Bokk úr is megtisztelte ezt a mostani Családi Napot. Ez mennyire fontos az itt dolgozóknak, illetve a cégnek? Ez egy család, ja. Akkor nem az a Noszlobi cég van egy cég, a Aikai SKS van egy cég, a Német Bokk van egy cég. Akkor az a egész Bokk csoport, az egy rendes család, ez látszik. A Bokko is BMS Hossung Nézsas Nürnberger Virsli mittels Vacsorama este, akkor talán ő Csinálda a Virsli megnátjuk, akkor ez nagyon örülünk mindenkinek a Bokko és a Felesége, a Bokko Felesége is itt van, ide jön és mit uns feiern, ja. Tavaly a Családok Átmeneti Otthonával létrehoztak egy kapcsolatot. Ez az együttműködés, ez hogy sikerült? Ja, akkor a segítsége, az mindig tovább megy. Akkor a Karácson volt egy két vagy három konténer, játék és ajándék. És jön négy vagy öt dolgozó a segítség helyen. És én szerintem négy dolgozó itt van, még mindig. Akkor is sikerült, ja. Mert nem egyszerű volt, de sikerült, ja. A továbbiakban tervezi a cég még munkások felvételét? Igazán tervezünk, csak az borzasztó nehéz keresünk új dolgozó, mert itt a környéken nagyon kevés a munkatárs lehetősége, de ha van lehetősége, biztos minimum 30-40 új dolgozó itt kell. Nem csak operatorok, akkor kell mérnök is, kell szakember is, akkor ha van valaki, keres munka, akkor mindig itt lehet bejönni. Hol érdeklődjön, aki szeretne itt dolgozni az SKS-nél? Az a legegyszerűbb lehet postaval, az a Timföldi Jár utca, 17-19, also Aika lehet küldeni, vagy a e-mail cím alas@sks.hu. Bokk úr, mennyire elégedett a magyarországi cégcsoporttal? A Bokk Kft. Már 21 éve van Aikán. Amúgy a Bokk cégcsoportnak a világ 6 pontján van vállalata. Az itteni vállalatokkal nagyon meg vagyok elégedve. Az SKS és a Bokk Noszlopi üzeme cégcsoportunk legfontosabb pillérei, és a jövőben is hasonlóan fontos szerepet fognak játszani a cég életében.
Noszlopon milyen fejlesztések zajlanak? Az Ajkai SKS Kft. És a Noszlopi Bokhungária egy cégé olvad össze. Ez a fúzió szervezeti összeolvadást jelent, illetve további létszámfejlesztés áll a tervekben. Mivel az SKS területe limitált fejlesztést enged meg, ezért további fejlesztéseket Noszlopon tudunk majd véghez vinni. Mind a két cégnek ön az egyedüli tulajdonosa? Igen, egyedüli tulajdonosa vagyok mindkét magyarországi cégnek, sőt a világ összes többi pontján lévő bokk cégnek is. Ez egy családi vállalkozás, amelyet szeretnénk a jövőben is megtartani. A gyermekeim fogják a céget tovább vezetni. Jelenleg világszerte több mint 2000 dolgozónk van, de próbáljuk a családias hangulatot megőrizni a jövőben is. Hogy érzi magát ezen a családi napon? Nagyon jól érzem itt magam, szeretem az efféle ünnepeket. A többi cégcsoporton belül is megvan ez a tradíció, ugyanígy vannak családi napok. Véleményem szerint ez a dolgozók motivációját erősíti, és jó hatással van természetesen a cégre is. A gyakorlatban milyen változást fog hozni az, hogy az ön által említett cégek összeolvadnak? Mindenképpen szeretném, ha a magyar leányvállalatok fejlődnének, növekednének, úgyhogy további munkaerőre lesz szükségünk. Ezzel az összeolvadással a versenyképességünket szeretnénk növelni. Tervezzük a cégen belüli anyagáramlás és a céges folyamatok optimalizálását. A cél a cég stabilitásának további növelése, valamint a munkahelyek megtartása, illetve a további bővítés. Magyarországon a tervezett százalékos növekedés nagyobb lesz, mint a németországi cégcsoportnál. Elhozta a feleségét, ő hogy érzi itt magát? Nagyon jól érezzük magunkat. A mai napon ketté vált a családunk. Én a feleségemmel idejöttem Ajkára, a gyermekeim pedig Türingiába, Kelet-Németországba utaztak. Ők is egy ilyen vállalati rendezvényen, családi napon vesznek részt. Hol a rié, mi a gödál sündendé, csak mi sok kafé, som már fél volt ön rémen szafány. Hol a rié, mi szolc van de szány, bár mi harcolik, igen, bár pár szászány.